Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok így szóltak az Úrhoz. Növeld bennünk a hitet. Az Úr ezt felelte. Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok, szakadj ki tövestől, és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedni fog nektek. Ezek az evangéliumok. Kedves testvérem! Avilai Szent Teréz azt mondja, hogy a lelki élet az nem arról szól, hogy mi elvonulunk magunkban, és Isten közelében jól érezzük magunkat. Nem erről szól a lelki élet, hanem azt mondja, hogy a lelki élet célja az, hogy növekedjünk az erényekben, és így szolgáljuk testvéreinket. Most a hit erényéről hallottunk egy részt. Az apostolok sokszor fordultak Jézushoz különböző kérésekkel, néha úgy jártak, mint a darázs az üvegön, hogy visszapattantak. Például, amikor azt akarták, hogy Jézus mellett üljenek a dicsőségben, jobb és bal oldalon, és azt mondta Jézus, nem tudjátok, mit kértek. Itt viszont, amikor ezt kérik, hogy Jézus növelje bennük a hitet, akkor szinte Jézusban ott van egy olyan válasz, egy olyan érzés, hogy de jó, hogy ezt kéritek. Hát ez a lényeg. Keresztes Szent János, Avilai Szent Teréznek a kortársa azt mondja, hogy a hit az egyetlen arányos eszköz Isten szeretetének befogadására. Így fogalmaz, hogy arányos eszköz. Ami megfelel a szeretetnek, az a hit. A hit másik szava a Bibliában a cselekvő engedelmesség. Jézus azt mondja, hogy ha akkora hitotok lesz, mint a mustármag, akkor a szavatok, amivel megszólítjátok az eperfát vagy bármi mást, a szavatokra engedelmeskedni fog. Vagyis hinni fog nektek. Tehát az, hogy engedelmeskedik nektek az eperfa, azt úgy is mondhatnánk, hogy hinni fog nektek. Az a könyv, amit most ezen a hétvégén együtt fogunk olvasni, a belső várkastély, pont ezzel a gondolattal kezdődik az engedelmességgel. Tudom, hogy az engedelmesség ereje leszokta győzni a lehetetlennek tűnő dolgokat. Ezt a művét Avilai Szent Teréz szinte utoljára írta, amiben összegözte az imádságról szóló tanítását. Az imádságnak az első pontja az a cselekvő engedelmesség, vagyis a hit. Dicsérd azt az Istent, akit nem látsz. Kövesd azt a Jézust, akinek nem látod a lépteid. Egy valami van, hogy hallod a hangját. Hallod a hangját a Szentírásból, az egyház tanításából, jelen esetben
egy egyház tanítónak, Avilai Szent Teréznek a műveiből. Fogod hallani ezen a hétvégén Isten szavát. És hogyha te hittel befogadod ezt a szót, egy pici hittel, egy pici mustármagnyi hittel, akkor annak mag lesz az a következménye, hogy hinni fog neked nem csak az eperfa, hanem mindenki más is. Az engedelmesség egy szerzetes rendben nagyon konkrét és nagyon szigorú. Azért mi nem szerzetesek vagyunk, egyikünk se. Bár lehet, hogy valakinek van fogadalma egy szerzetes rend világi ágában, mondjuk, mint régiesen úgy nevezték, hogy harmadrendiként, de azért mi nem szerzetesek vagyunk. Szerzetes rendben nem a szigorúság a kulcs szó, hanem a testvéri szeretet a közösségben. Avilai Szent Teréz azt mondja, hogy a szenté válásunkhoz szükségünk van a testvérre. És tudom, hogy 26-an leszünk, mindenki úgy élje meg ezt a hétvégét, hogy a másik 25 ember segíti őt a szenté válásban. Az elmúlt napokban otthon imádkoztál, vagy munka közben, vagy eszedbe jutott Jézus sétálva valahol, akkor a szenté válásodon te magad dolgoztál egyedül. Most ezen a hétvégén kapsz 25-szoros segítséget, akik segítenek neked a szenté válásban. Fogadjuk el egymástól a segítséget, mert a hit az igazából nem a miénk, hogy csak nekem van hitem. Az egyház hitét kapjuk mindannyian, és azt ünnepeljük együtt, és amikor a másik hite által az én hitem tisztul, akkor azért nagyon hálásnak kell lennem. Jelen esetben most Avilai Szent Teréz itt lesz köztünk 3 napig, akinek a születésének 500. évfordulóját ünnepli az egész egyház ebben az évben. Egyetlen könyvét fogjuk mélyebben megismerni, de nagyon sok könyve van. Úgy is mondhatnám, hogy egy ízelítőt kapunk a tanításaiból, egy nagyon életszagú, életvidám szentről van szó, akinek az egyik legelterjedtebb mondása, ami a szerzetes rendjében a kármelitáknál úgy újra és újra előkerül, hogy Isten mentsen a szomorú szentektől. Ezt Avilai Szent Teréz mondta, de nem mindig mondják ki, hogy ő mondta, elterjedt az egész egyházban. Isten mentsen a szomorú szentektől. Én hiszem azt, hogy ennek a hétvégének része lesz az öröm, és én ezt várom személyesen a leginkább, az örömet. A Szentlélekben való örömet, ami egy gyümölcs, a hit gyümölcse, az öröm. A hit pedig egy cselekvő engedelmesség. Cselekvő engedelmesség, hogy hallgassuk az Isten szavát, hogy figyeljünk oda a testvérre, hogy szeressünk. Ebben mutatkozik meg a cselekvő engedelmesség. Azt hangzik el Jézus szavából, hogy engedelmeskodni fog nektek az eperfa, és gyökeret ver a tengerben. Ez egy óriási változás. Most, ebben a 3 napban megtörténhet egy ilyen szintű változás is bármelyikünkben. Hogy ez kívülről fog-e látszódni, vagy sem,
ez majd kiderül, de nem az a cél, hogy föltétlenül rögtön kívülről látszódjon. De a Szentléleknek át kell adni a vezetést, hogy ha ő akarja, akkor én verjek gyökeret a tengerben. Vagyis egy teljesen más közegben, egy más életformában, egy más gondolkodás formában folytassam vasárnaptól az életemet a lelki gyakorlat után. A Szentléleknek adjunk szabad teret magunkban. Ajánlom nektek az Ima élet lényegéről című könyvet, egy karmelita kortársam Tóth Bárhoz írta, és ilyen szépen összefoglalja karmelita hagyományt az imádságról, és azt mondja, hogy igazából a terézi imának, tehát Avilai Szent Teréz által tanított ima módnak egyetlen kulcs szava van, ez pedig a szabadság. Nyilván lesznek itt programok, és elég jól egymás mellé raktuk őket, de mindezt éld meg nagy szabadságban, egy nagy igenben. Mert az imádság ott tud kibontakozni, ahol szabadság van. És engedj magadban szabad teret a Szentléleknek. Most egy pici csöndben, a csönd a belső imához nagyon szükséges, szinte leges-legelső lépés, hogy teremtsünk külső és belső csöndet. Most egy pici csöndben mondd el a Szentléleknek azt, hogy vágyakozol erre a szabadságra, vágyakozol Isten gyermekeinek a szabadságára, és hogy magengeded neki, hogy bármit megtegyen veled ezen a hétvégén. Nem nekünk, a tábor vezetőinek mondasz most igent, nem nekem, vagy Juditnak, vagy Tibinek, hanem a Szentléleknek, aki messze túlmutat ezen a hétvégén, aki egy örök élet távlatába akar minket belevinni. És ez az egész tanítás a belső várkastélyről, hogy az emberi léleknek van egy útja befelé, középre az Istenhez, ez az egész tanítás számomra azért annyira lenyűgöző, mert hogy járható. Mert ez egy járható út az élet szentségre. Úgy képzeljük ezt most el, ezt a hétvégét, mint hogyha közénk jönne egy hegymászó, aki magmászta a Mount Everestet, és elmondaná az életét nekünk, hogy kicsi gyerekkorától fogva, hogy élt, mit csinált, hogy gondolkozott, és hogy jutott el a Mount Everestre. És szépen lépésre, pontról pontra bebizonyítaná nekünk, hogy ez egy járható út. Hogy már sokan magtatték előttünk, utánunk is magtaszik, hogy te magtaszod, de az viszont csak rajtad múlik. Föl lehet menni a hegy csúcsára, ahol az Isten lakik. Keresztes Szent János inkább a hegy csúccsal írja le ezt. Avilai Teréz a belső várkastélye, hogy ott a szíved közepén lakik az Isten. Ezek a hasonlatok, eszközök. A cél az, hogy találkozzunk a Szentlélekkel. Az, hogy olvassuk egy szentnek a műveit, az, hogy imádkozunk, ezek mind eszközök. Az igazi cél az eszközök által vagy megvalósul, vagy nem. Én hiszem, hogy meg fog valósulni. Az igazi cél, hogy találkozzunk a Szentlélekkel. Hogy a Szentlélek bennünket lángra lobbantasson. Hogy bennünk megtörténhessen az a szabadság, ami Jézusban van, hogy parancsol a betegeknek, azok meggyógyulnak, hogy a szeretetével a bűnösöket megtérésre tudja hívni. Jézusban egy végtelen szeretet munkálkodik minden nyomorult iránt. Most add át a Szentléleknek a te személyes szabadságodat, add át a Szentléleknek a te hitedet, add át a Szentléleknek a vágyaidat, add át a Szentléleknek az egész életedet.
Amen.